Az akadémiai képzés nulladik, ám rendkívül fontos lépése volt a témája a labdarúgó módszertani központ tematikus napjának, amelynek fókuszában a scouting állt. Hogy egy klub miként találhatja meg a profiljának leginkább megfelelő sportolót, arról a hazai futballműhelyek szakemberei mellett a Sporting és a Genk játékos megfigyelői beszéltek. Azért választottuk a kiválasztást a mai napunk témájának, mert úgy gondolom, hogy ez egy olyan terület, ami befolyásolja az egész folyamatnak a működését. Egy nagyon egyszerű példával élve, nem mindegy, hogy miből főzünk tulajdonképpen. Tehát az akadémiáknak a működését, az akadémiáknak a képzését tulajdonképpen meghatározza az, hogy milyen alapanyaggal kell, hogy véghez vigyék, milyen alapanyaggal dolgoznak. Azért választottuk még ezt a témakört, mert keveset beszélünk róla itt Magyarországon, ugyanakkor gyerekcipőben jár, tehát folyamatos fejlődés alatt van, és nagyon sajátos, ahogy a különböző klubok itt Magyarországon csinálják, és a nemzetközi vonalat azért hoztuk be, hogy egy külföldi szemszögből is megvilágítsuk ezt a témakört. Nemzetközi partner egyesületeink közül a portugál Sporting vezető scoutja nyitotta meg az előadások sorát. Mint mondta, a kiválasztás gépezetében azt a labdarúgót keresik, aki különleges, aki valamit máshogy csinál, mint a többiek. Kicsit viccesen szólva úgy szoktuk mondani, hogy már két játékost, Figót és Cristiano Ronaldót adtuk a világ labdarúgásának, akik elnyerték az aranylabdát, most keressük a harmadikat. Ez persze nem könnyű, mert sok dolognak kell összejátszania ehhez. Először is pontosan kell tudnunk, mit is szeretnénk, majd kitalálni azt, hogyan próbáljuk ezt megvalósítani, végül minden egyes pillanatban erre kell törekednünk. A Sportingnál mindig arról igyekszünk megbizonyosodni, hogy a mi munkamódszerünk-e a helyes út. Ezt folyamatos önellenőrzésként szoktam emlegetni, amelynek a lényege, hogy a megfelelő képességű játékosokat, a megfelelő folyamatokat és a megfelelő személyiségeket keressük. Másik partnerklubunk a belga Genk szakembere az úgynevezett kékvérűségről, avagy a Genk identitás jellemzőiről beszélt. Olyan játékosokat szeretnénk kinevelni, akik nagyszerű atléták és uralják a testüket. A másik, ami nagyon fontos számunkra, hogy a labdarúgóink kiválóan bánjanak a labdával, technikailag legyenek erősek. Azt hiszem, jó munkát végzünk, mert a játékosaink nagyon képzettek, fizikálisan rendkívül erősek, urai a labdának és az ellenfélnek. A harmadik lényeges elem, hogy kontrolljuk legyen az elméjük fölött, legyenek okosak és képesek legyenek gyorsan dönteni a pályán. Kevin De Bruyne-t hoztam példának, aki a Genknél nevelkedett. Mentálisan ő a legjobb, mert gyorsabban képes dönteni, mint bárki más. A módszerünk lényege, hogy a játékosaink maguk döntik el, hogy milyen megoldást válasszanak, és maguk is elemzik ezeket a döntéseket, így aztán egyfolytában tanulnak. A nemzetközi példák után a hazai utánpótlás bázisok szakemberei vázolták fel a scouting saját akadémiájukon kidolgozott metódusát. A magyar kluboknak a kiválasztási rendszer az egy érzékeny terület. Köztudott, hogy óriási verseny van az akadémiák között a megfelelő tehetségek kiválasztása és foglalkoztatása érdekében. Ugye 10 akadémiáról beszélünk itt Magyarországon, nem egy nagy népességgel rendelkezünk, tehát még jobban szétoszlanak ezek a tehetségek a különböző akadémiákban. Ezért kerül előtérben a kiválasztás, hogy melyek azok a klubok, vagy melyek azok az akadémiák, akik ki tudják választani ezeket a játékosokat, és hogy velük tudjanak foglalkozni. Nagy a verseny az akadémiák között, de mégis fontos a közös fejlődés miatt, hogy beszélgessünk róla, adjunk valamit a közösbe, vitázzunk esetenként, és szerintem csak ezáltal lehet, konfrontáció által, meg vita által lehet még jobban fejlődni, szóval ez volt a nap célja. Próbáltunk kicsit újat adni, de mégsem kiadni azért olyan dolgokat, ami kulcs pont itt a stratégiai szinten. Arra kell figyelni, hogyha van egy olyan ötlet, ami nem is azt mondom, hogy átemelhető, de hogy gondolatébresztő, és mi kicsit testre tudjuk szabni a saját rendszerünkbe, akkor az hasznos beemelni. Szerintem ebbe még nem csak a Honvédnak, de az egész magyar futballnak fejlődni kell, hogy egy picit üzleti alapon működjünk, és a megtalált tehetségeket olyan szintre juttassuk, ahol tényleg üzletileg is megéri úgymond a sok munka.
jó játékos nélkül, akármilyen képzési rendszere lehet bármelyik akadémiának, az nem lesz sikeres. Tehát ez a legfontosabb, hogy a legjobb játékosokat megtaláljuk, azokat a tehetségeket, akiket aztán fejleszteni tudunk, hogy igazán jó játékos legyen belőlük. Ez az elsődleges az én számomra, hogy lássam azt, hogy más hogyan csinálja, van-e olyan ötlete, ami beépíthető a mi rendszerünkbe, amivel jobbá lehet tenni esetleg a mi rendszerünket, illetve én meg nyilván szeretnék olyan kérdéseket föltenni, amin a többiek tudnak elgondolkodni, hogy vajon jó az az út, amin ők vannak. Tematikus napunk témája többek között a kézilabda sportot is megihlette. Mi is olyan nekem egy ilyen kiválasztás folyamattal rendelkezünk, ezt mi is lehetünk, hogy hogyan. Eljöttem, mert nagyon érdekel a téma, és egyébként a labdarúgás köszön az a sportág, ahol rendkívül ezek a folyamatokat proaktívan használják, rengeteg folyamatot készítettek, és hát országszinten, regionálisan, Európa világszerte ezt tényleg aktívan művelik. Azért itt mindenkinek meg kell hagyni ezt a szabadságot, hogy a saját útját járja. Itt egy dolog, ami idézőjelben ítéletet mond az elvégzett munka fölött, az pedig az eredmény, hogy végül is hány játékos, hány saját nevelésű játékos kerül az első csapatba. A mi munkánkat a korosztályos válogatottaknál is természetesen építi, sőt, hát nagy részét teszi ki a kiválasztás, mi is rengeteg mérkőzést látunk, utánpótlás mérkőzéseken próbálunk minél többet ott lenni, és hát ehhez próbáltunk egy kis segítséget találni, lelni itt a mai nap folyamán. A nap jó sikerült, és hogy a hallgatóság egy teljes átfogó képet kaphatott a kiválasztásnak a módszeréről, folyamatáról, egy kis nemzetközi kitekintéssel, a nemzetközi kitekintése belül is két teljesen különböző irányvonalról, illetve egy kicsit közelebbről megismerkedhettek a konkurenciával, ha lehet így fogalmazni.